módosítottak az eredetileg tervezett 2022-es költségvetésen Bátaszéken. Ezt a verziót viszont a március 2-án tartott rendkívüli ülésen elfogadta a képviselőtestület. Döntött a képviselőtestület a Marketing Kft. Üzleti tervének módosításáról. A Fidesz frakció indítványára úgy döntött a képviselőtestület, hogy 2022-ben kialakult háborús helyzetre, menekült helyzetre tekintettel nem tartjuk meg nagy valószínűséggel a Bornapok rendezvényt, illetve az utcafesztivállal kapcsolatos eseményeket. Így ezekre az eseményeket tervezett költséget nem adjuk át a Marketing Kft.-nek, ezzel csökkentettük egyrészt a szerződéses összegét, és csökkentettük az üzleti tervét. Az az összeg, ami gyakorlatilag a rendezvényekre volt első fordulóban elkülönítve, ez a költségvetésen belül az ukrán helyzettel kapcsolatos humanitárius válságkezelésére, céltartalékba kerül elhelyezésre. Ez mintegy 13 millió forintnyi összeg. Ezt abban az esetben kerül majd felhasználásra, ha is amennyiben városunknak közvetlenül segítséget kell nyújtani ennek a helyzetnek a kezelésére. A 2022-es évben 1,5 milliárd forintból kell megoldják a város üzemeltetését. Alapvetően ezt a költségvetést azért a megszorítások és az elvonások jellemzik. Az állami támogatások stagnálódtak, igazán még az infláció követés sem történt meg a támogatások tekintetében. Sajnos továbbiakban is sújt bennünket a gépjárműadónak az elvonása. Sokkal nagyobb mértékben kell szolidaritási hozzájárulást fizetni az önkormányzatnak. Ebből adódóan sokkal nehezebb volt magát a költségvetést összeállítani, de törekedtünk arra, hogy az intézményeink működtetése az biztonságos legyen. Törekedtünk arra, hogy a dolgozóink legalább infláció mértékű béremelésben részesüljenek. Mi minden egyes dolgozónknak bruttó 40 ezer forinttal emeltük meg a fizetésüket, ez gyakorlatilag a minimálbér emelkedésének különbözete. Igyekeztünk a szociális ellátások területén is helytállni, bár el kell mondani, hogy egy csökkenő tendenciát tapasztaltunk a központi támogatás tekintetében, ami 2022-re 0 forintra redukálódott, ami azt jelenti, hogy a költségvetésből nem kapunk szociális feladat ellátásra finanszírozást. A város ehhez a helyzethez igazodóan mintegy 26 millió forinttal tervezi a szociális ellátásainak kezelését. A polgármester hozzátette, örömteli, hogy a korábban megindított egészségvédelmi és védőoltási programok is a költségvetésen belül tudtak maradni, valamint hogy a fiatalok tanulmányait is tovább tudják támogatni a felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjjal. Viszont városüzemeltetés terén egy kicsit örlángon fogunk működni, hiszen a megszorításból eredően korábbi 30 millió forinttal szemben idén csak 12 millió forint körül lesz az az összeg, ami utak, járdák karbantartására fordítódhat a költségvetésen belül. Mint ahogy említettem, rendezvények tekintetében is visszalépések történtek, kisebb horderejű rendezvényeink lesznek kevesebb költségből, de igyekszünk azokat a pályázati forrásainkat, amelyek beérkeznek a 2022-es költségvetésben megvalósítani, így tavasz folyamán elkezdjük majd a piasztérnek a felújítását, illetve a külön kormányzati támogatás terhére a Kövesdi bekötő útnak, illetve a számvevőségi épületnek a felújítása is többek között meg fog történni. Próbáltuk azt a költségvetést összeállítani, ami mindenki számára vállalható, alkalmazkodva a központi finanszírozás körülményeihez, és igyekszünk a korábbi évek vívmányait lehetőségeink szerint majd megtartani. A szomszédunkban zajló háborús helyzet mellett azonban Bátaszékváros vezetősége sem tudott elmenni szó nélkül. A képviselőtestület közvetlenül is szerette volna kifejezni szolidaritását a háborús helyzet miatt kialakult menekült válsággal kapcsolatban. Ezért úgy döntöttünk, hogy 300 ezer forint támogatást biztosítunk Záhony város önkormányzatának. Azért Záhonynak, mert ők vannak gyakorlatilag az első vonalban, tehát ez az a település, ami szinte közvetlenül első alkalommal találkozik azokkal a menekültekkel, akik a háború elől menekülnek és jönnek át Magyarország területére. Ezen kívül adománygyűjtést is szervezett a város, melyel a háborús menekülteknek nyújthatnak segítséget a település lakói. A Művelődési Házban hozunk létre egy adománygyűjtő pontot,
ahol hétköznapon 8 és 16 óra között lehet behozni azokat az adományokat, amelyeket megjelölünk majd a felhívásban. Ezek elsősorban tartós élelmiszerek, higiéniai eszközök, kisgyermekek neveléséhez, ellátásához szükséges eszközök. Ezeket is össze fogjuk gyűjteni, és ezt is közvetlenül az Áhony önkormányzatának fogjuk eljutatni, annak érdekében, hogy ők közvetlen módon tudják egyrészt az odaérkező menekültek ellátását folyamatosan biztosítani, másrészt rajtuk keresztül tudjanak segítséget nyújtani határ túloldalán rekedt, akár magyar, akár ukrán, akár orosz állampolgárok.